Benépesült a Continental Arena küzdőtere a FitKed alkalmából. A Mozdul Nyíregyháza keretében ezúttal is egy sztáredző tartott órát. Béres Alexandra 6. alkalommal érkezett a megyeszékhelyre. A mai napon egy közepes, vagy inkább keményebb órával készültem, egy olyan órával, ami rám jellemző, a súlykontroll programra jellemző gyakorlatokat tartalmazza, de mégis egy kicsikét aktívabb, jobb kedvűbb talán, vagy még inkább jó kedvűbb, mert hogy végre együtt lehetünk, tehát egy ünnep lesz szerintem a mai nap mindannyiunk számára, mindenkinek, aki most újra ki tudott szabadulni és együtt tornázhat. A Mozdul Nyíregyháza program nagyon népszerű a városlakók körében, számos mozgásforma közül választhatnak a hét minden napján. A mostani edzés is ingyenes volt, mindössze lakcímkártyára és védettségi igazolványra volt szükség a belépéshez. A város kiemelten támogatja a szabadidősportot. A pandémia alatt ugye nagyon sokaknak a online térben lévő mozgás nyújtott kiutat és kapaszkodót, és az ott megjelenítendő fix időpontok nyújtottak segítséget ahhoz, hogy átvészeljék úgymond a vírushelyzet nehézségeit, és azt gondolom, hogy Nyíregyháza kiemelkedően teljesített ebben az időszakban is, hogy tudta biztosítani azt, hogy online térben is megvalósuljanak a programok, és kimondottan öröm, hogy végre most már nem csak az online térben, hanem itt a személyes jelenléttel is ilyen fantasztikus programnak lehetünk tanúi, és közösen együtt mozoghatunk, és tehetünk az egészségünkért. A Mozdul Nyíregyháza őszi programja most indult el. Béres Alexandra azonnal igent mondott a felkérésre, de a személyes edzés mellett online is tartott órát a város lakóinak. Egy-egy ilyen rendezvény nem csak a sport miatt fontos, a közös mozgásnak motiváló ereje is van. Ez egy közösségépítő program is, hiszen ugye itt találkozhatnak a régi arcok, erőt adunk egymásnak, hiszen együtt mozdulhatunk, és kipróbálhatnak sokkal több olyan sportágat, hiszen most ezre az órarendünk heti 40 foglalkozást kínál, tehát ez is egy óriási lehetőség mindenki számára, hogy online-ban csak 12 féle foglalkozásunk volt, itt azért háromszorosát próbálhatják ki. Novemberben újabb sztár vendég tér majd vissza Nyíregyházára, Katus Attila is sokadik alkalommal tart majd órát a Mozdul Nyíregyháza keretein belül. November 20-án az Atlétikai Centrumban lesz az edzés, ami ezúttal is ingyenes.